Varga Gabriella vagyok, a Háromkő Egyesület tagja. Én már negyedik éve, hogy egyesületünk segítségével egy-két napra újra élettel telik meg városunk első állandó moziának a helyszíne. Egyesületünk székhelye itt az udvarban található, és mindig nagy örömmel vállaljuk, hogy önkéntesen évről évre ezt a helyiséget, ezt a termet kitakarítjuk, berendezzük és kialakítjuk ezt a mai milliót is. Egy pár szót szeretnék szólni, hogyha lehet, a Zsidók nélküli város a mai eseményről. Egy 80 perces film fog hamarosan majd következni, de előtte kerekasztal beszélgetést résztvevőit szeretném, hogyha bemutatná Muszatis Péter, és ezennel át is adom a szót. Köszönjük szépen! Bemutatnám a beszélgetés résztvevőit és moderátorát. Báron György fogja moderálni a beszélgetést. Filmtörténész, filmkritikusa volt, FSSFE, jelenlegi Free SFE oktatója mellett. Jól mondom, ugye? A legjobban. A Fedor Vilmos helytörténész mellett dr. Gerév Anna filmtörténész és Barkóczi Janka filmtörténész, és át is adom a szót Báron Györgynek. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy az első régi moziban lehetek itt, a város első moziában. Egy nagyon praktikus mozi, mert légópincének is kiválóan használható, tehát háborúban is lehet filmeket vetíteni benne. És mielőtt rátérnék a témákra, amiről én nem beszélnék, hanem majd sorba a szakértőket kérdezem meg, annyit azért el szeretnék mondani, hogy nagyon örülök, Fedor Vilmos itt lehet velünk, vagy én lehetek itt vele, mert ő a miskolci, mert ő nagyon sokat még alpolgármesterként, de vért a fesztiválért. Nem tudom, hogy mennyire köszönték meg neki, de úgy gondolom, hogy nagyon meg kellett volna, vagy meg kell köszönni. És nagyon örülök, hogy hosszú idő után most, nem tudom hány év után, de most újra találkozhatunk ezen a fesztiválon, és ezen az eseményen itt van velünk, mert tudom, hogy ő megszállott lokálpatrióta és városkutató. Úgy gondoltuk, hogy először egy ilyen általános háttérre, körülbelül mindenkinél 10 perc maximum, és utána persze még beszélgethetünk csak az első körben. Ilyen általános háttérre megkérjük Barkóczi Jankát, aki általában beszél a zsidó tárgyú némafilmekről, ha jól tudom, másrészt pedig a filmfelújításokról, hiszen ezt a filmet, ezt a kópiát, ezt megtalálták és fel kellett újítani. Utána Gerév Annát kérem meg, hogy beszéljen a könyvről és a filmről, tehát a történetről, és hát ha lehetséges, akkor az írónak az érdekes sorsáról, és esetleg arról, hogy a film és a könyv hogy viszonyul egymáshoz. És hát akkor utána Vilinek adnám át a szót, aki elmeséli, hogy hogy jutott a nyomára ennek a forgatókönyvíró hölgynek és az ő miskolci kapcsolatának. Tehát hölgyekkel kezdjük és urakkal folytatjuk. Át is adnám a szót Barkóczi Jankának. Jó, hú, ez az immediate stress kezdésnek egy elég... Valakinek el kell kezdeni, de mi a harmadik vagy. Hát lehet, hogy azért nem állt el mondani, hogy miért gyűjtünk itt össze, hogy biztos, hogy mindenki azért jött el. Ugye a Zsidók nélküli város című filmet fogjuk majd vetíteni hamarosan, és ennek a hátteréről beszélgetünk, illetve annak apropóján került most ide ez a film, és mi is, hogy ugye a filmnek a forgatókönyvírója Ida Jénbachhoz miskolci kötődésű, és akkor ezt göngyölítenénk fel, hogy hogy is került ő oda ehhez a filmhez, illetve hogy pontosan milyen vonatkozásai vannak itt Miskolc kapcsán ennek az egész történetnek, illetve az ő személyes történetének. És igazából én annyit mondanék csak nagyon-nagyon röviden így a hátteréről, hogy ugye alapvetően ez egy néma film. Egy olyan néma film, ami nagyon-nagyon sokáig nem volt nézhető állapotban egészként meg. Azt tudnunk kell, hogy a néma film örökségnek, akár csak a magyar néma film örökségnek is, de ez ugyanúgy minden országra igaz, csak hol kicsit nagyobb a százalék, kicsit kisebb, de jelentős része elveszett, nincs meg. Ennek rengeteg oka van, attól onnan
indulva, hogy az az anyag, amire a néma filmeket forgatták, a nitrocellul, az nagyon-nagyon sérülékeny, és nem megfelelő körülmények között bomlásnak indul, nagyon gyúlékony, tehát könnyen tönkre mehetnek ezek a filmek. Egészen odáig, hogy nyilván a történelem viharai sem kímélték ezeket az alkotásokat, és azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy ugye egy néma filmről beszélünk, de 1929 után már a hangos filmkorszak köszöntött be, amikor ugye a néma filmek azok, amik addig készültek érthető módon, hiszen egy új technika teljesen átvette az uralmat. Háttérbe szorultak, és a megőrzésükre, megóvásukra nem került akkora figyelem. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok oka van, hogy ezek a filmek sokszor hányattatott körülmények között, nagyon hányattatott kalandos úton kerülnek újra vissza a mozikba, és ennek a filmnek a története ilyen szempontból egy sikertörténet, vagy egy nagyon, nagyon szerencsés sztori, mert hogy ugye sokáig úgy tudtuk, hogy nincs meg egészben, darabjaiban volt, meg itt-ott, leginkább Amsterdamban, az AI Film Múzeumban, ahol egy nagyon-nagyon nagy gyűjtemény van, és sorban kerülnek onnan elő a közép-európai vonatkozású filmek, ami annak köszönhető, hogy ugyan Hollandia nem volt egy nagyon nagy filmgyártó nagyhatalom, de egy fontos forgalmazási központ volt, és nagyon sok országból, Közép-Európából, Kelet-Európából is eljutottak oda a filmek ezen a forgalmazási hálózaton keresztül, és ott ragadtak forgalmazóknál, gyűjtőknél, tehát hogy ott megmaradt töredékeiben ez a film, majd pedig ez ugye ismert volt, de szerencsére a 2010-es években egy párizsi bolha piacon felbukkantak a filmnek újabb tekercsei, és ezeket a tekercseket egy éles szemű szakértő ugye megvásárolta, és összepasszintva azokkal, amik már megvoltak Amsterdamból, gyakorlatilag szinte teljesen rekonstruálni lehetett az eredeti filmet. Hogyha ezek a filmek elvesznek, akkor ugye általában a különböző a sajtóban megmaradt leírásokból, iratokból, cenzúrajegyzékekből, személyes visszaemlékezésekből lehet őket rekonstruálni. Ilyenkor a restaurátoroknak nagy segítségére van az, hogy ilyen egyéb dokumentumok is megmaradnak, és nyilván ezek segítségével, nyilván a regény segítségével is, hiszen az sorvezetőként is működött, sikerült ezt szinte teljes egészében újra összerakni, és az is nagyon fontos, hogy nem véletlen, hogy mikor került egy nagy figyelem erre a filmre. Ugye 2018 környékén több évfordulót is ünnepelt Ausztria, az egyik ugye az Anschlussnak az évfordulója, ami ugye 1938-ban volt, a másik pedig az első köztársaságnak az évfordulója, és a filmarchív Ausztria, az osztrák filmarchív célja az volt, hogy erre az évfordulóra lehessen bemutatni ezt a filmet, hiszen ez egy nagyon fontos kulturális mérföldkő az osztrák filmtörténetben és egyben a társadalom történetben is, azt hiszem. És mivel ehhez nagyon nagy erőket kellett, anyagi forrásokat, emberi erőforrásokat, hogy ez a több mint 100 000 kockát tartalmazó film, ez ismét a régi fényében ragyogjon, ezért indítottak egy közösségi gyűjtést arra, hogy ez a restauráció elkészülhessen, ami egy nagyon, azóta is szerintem egy ilyen páratlan történet. Tehát, hogy ezt a filmet úgy sikerült visszaállítani a régi fényébe, hogy az emberek fontosnak tartották, és tökéletesen közadakozásból újították fel. És ezt azóta is, egyrészt nyilván ez nagyon jó dolog, hogy megtörténhetett, de egy picit szimbolikus is, tehát hogy az osztrák, Ausztria saját múltjával való szembenézésének egy nagyon-nagyon fontos állomása, és az, hogy ennyi ember fontosnak tartotta, hogy ez a film visszakerüljön a nagyvászonra, ez mindenképpen jelez valamit, azt, hogy itt a múlt feldolgozásával egy nagy előrelépés történt. És majd itt Anna szerintem elmondja, hogy miért is fontos ennek a filmnek a témája, vagy hogy miért is, igen, tehát miért olyan különleges ez. Szívesen folytatom, de lehet, hogy nem pontosan arról fogok beszélni, amiről megállapodtunk, hanem
inkább ezt folytatom, ezt mondom, amit te, mert ezzel sokat foglalkoztam. A zsidó filmek csak Oroszország vonatkozásában, ahol egyedül a világon nem is egy, hanem több kifejezetten specializált zsidó filmgyár is volt, még a forradalom előtt, és óriási kultúrája és ipar alakult ki ezeknek a forradalom előtti orosz zsidó filmeknek. Ez egyébként fantasztikusak, mert hihetetlen életszerűen és pontosan tükrözik azt a világot, amit aztán teljesen eltűnt ugye a Szovjetunióban. Ez a mindennapi élete az orosz zsidóknak, nagyon érdekes filmek ezek a 10-es évekből az orosz. És az tűnt föl, hogy van-e ugye az orosz filmgyártás és a német filmgyártás között a 20-as években igen erős szoros volt a kapcsolat. Közös filmgyár is volt, ez a, tulajdonképpen a Prometheus, de az később és az Franciaországban működött itt is, de ebben a korban is már az orosz és az, tehát az oroszoknak az forradalomnak óriási hatása volt, inkább így mondom, a német filmgyártásra is. És ez nagyon erősen benne van a filmben, nem is gondoltam volna, hogy a regényben nem, ez nem érződik ennyire, ez az osztály, kicsit olyan osztály szemléletű, én úgy érzem, de hogyha nem értesz egyet, akkor vagy a film a regényhez képest, ugye ki van élezve itt a proletár és az elnyomók harc egy kicsit jobban, illetve a szegények és a spekulánsok ellentéte, a könyvben is ugyan, de hát a filmben erősebb, és de ugyanakkor elcsodálkoztam, mert ezek a német szegények hát nem olyanok, mint az orosz szegények, szóval azért érezni egy óriási nívóbeli különbséget, és hát ez mondjuk úgy első körben ezt szeretném, elsősorban, hogy engem meghökkentett ez a szovjet hatás egy kicsit erre a filmre. Stílusában egyébként ugye az expresszionizmus ekkor már, ugye a nagy művek már megszületett, ugye a dr. Caligari néven talán hallottak róla, egy 19-es nagyszerű festői filmalkotás, és aztán ennek egy vonulata a német filmgyártásban, az mi persze hatott más ország filmgyártása is, úgy ahogy, és aztán ez oldódott, és a film ehhez képest meglepően tradicionális, tehát ez egy tradicionális és hosszú ideig tradicionális, kicsit olyan uncsi beállítások, nincs különösebben játék a fényeknek, ez egy kicsit úgy meglepett, kivéve a főcím, a maga a főcím betűje az olyan, mint a expresszionista filmekben ezt megszoktuk, és akkor kezdődik egy tradicionális rajza ennek az életnek és ennek a történetnek, de van egy pillanat benne, ahol feltűnik ez a vad expresszionista díszlet, majd meg fogják látni, érdemes rá figyelni, hogy azért nem hagyták ki teljesen. De hát persze, amiről beszélnünk kéne valójában, az ez a szörnyű utópia, ugye ez egy utópia, viccesnek, viccben, meg humorban elmesélve utópia, ugye, hogy a zsidók eltűnnek a földről, a városból, és akkor milyen következményekkel jár. Ez engem nagyon szíven ütött, mert ugyankor rémes, ahogy ráérez ennek a szörnyűségére helyenként. Ugye, ahogy kiutasítják a zsidókat, ahogy ki kell az utolsó, nem elég a zsidókat, a unokákat is el kell tüntetni. Szóval olyan rémes mondatok, amelyek visszacsengnek, amelyek megvalósultak. Tehát ez olyan utópia, ami még rosszabbul valósult meg, mint ahogy ebben a könyvben ez a
nem meg elképesztő fantáziával kigondolt történet a zsidók eltüntetésére. Tehát de ugyanakkor ez sok ilyen geggel a filmben is, gegekkel, szinte burleszerű jelenetekkel, a könyvben is ilyen iróniával, öniróniával is, tehát a zsidók magukról is ironikusan beszélnek több helyen, és könnyeden, és erről mindig eszembe jut az, hogy részben Chaplin, ugye, aki azt mondta, hogy ha tudta volna, hogy mi történik valójában a koncentrációs táborban, akkor sose csinálja meg a diktátort. Tehát ez a humor és a szörnyűség összjátéka, ez van, hogy nagyon mélységeket felnyitóan katartikus, és van, hogy olyan naív. Naív, sok helyen naív, sokkal szörnyűbb dolgok történtek, mint hogy ők eltudták ezt akkor 22-ben, amikor a könyv született 22-ben, és 24-ben pedig a film megszületett. Nekem egy jut még eszembe, ugye az van egy olyan a filmben mondat, de azt hiszem a könyvben is benne van, hogy az antiszemiták új szlogenje, tűnjenek el a zsidók. És akkor beugrott nekem a Judzűz című szörnyűséges film, nem a regény, film. Ugye, ahol a Nürnberg a zárójelen pláne, és akkor patetikusan, hogy ezentúl soha zsidó többet be nem teheti a lábát, Nürnberg, vagy ilyen mondat, hogy ez milyen egyenes vonalban haladt ez az utópia, ez a fantázia, ez a fikció, aztán beletorkollott a szörnyű valóságba. Én még egy pillanatra... Köszönjük szépen, mindjárt visszaadom a szót a Jankának. Csak annyit jegyeznék meg, hogy itt ez talán nem annyira utópia, ami egy pozitív dolog, hanem disztópia. Tehát negatív. A város neve utópia, igen, de ez annak a műfaja disztópia. Igen, tehát negatív utópia. Igen, az utópia az mindig egy... Igen, ez igaz. Bocsánat. Igen. Csak én azt még egy pillanat csak aláhúznám, amit itt az Anna az elején mondott, szerintem az nagyon fontos, hogy itt te a szovjet filmekkel láttál kapcsolódást, de hogy még ennél, tehát hogy igen, tehát hogy ezek a témák, a zsidó témájú filmek, azok léteztek a korszakban, mert jóval korábban rengeteg ilyen történetet dolgoztak föl. Azt nem mondanám, nem lennék olyan merész, hogy azt mondjam, hogy ez egy külön műfaj volt, de tudjuk, hogy nagyon sok ilyen film készült. Magyarországon is egyébként, tehát a 10-es évek végén nagyon sok olyan filmről tudunk, sajnos nem maradtak meg, amik legtöbbször valamilyen ilyen asszimilációs történetet mondanak el. Nagyon sokszor egy ilyen balladai köntösbe burkolva, a Simon Judit, a Lion Lea, ezek olyan filmcímek, amiket akkor nagyon-nagyon sokan néztek, de Jehova címmel is készült film, tehát hogy ezek itt voltak, és ebbe a nagyon bonyolult ilyen szövetbe, ami tulajdonképpen ezeknek a zsidó filmek, témájú filmeknek a szövete illeszkedik be, szerintem ez a film is, ami egy nagyon, nagyon ilyen előremutató, ilyen válteszi módon pillanatra fellebbenti a fájtlat arról, hogy mi fog majd történni. De az ilyen témájú filmekkel, tehát a témájában magában, tehát a zsidó téma, abban nem hozott ez újítást, hiszen ezek megvoltak. Sőt, én találtam 1916-ból egy ilyen glosszát az Egyenlőség című újságból, amikor egy zsidó... Tehát pont ezt kritizálja a szerző, hogy már túl sok az ilyen témájú film, úgyhogy ebből egy pár mondatot fel is olvasok. Lion Lea és Simon Judit dolgában megvolt a magunk külön véleménye. Az író azt a tárgyat dolgozza fel, amelyik neki jól esik. Őt magát sem lehet emiatt megkövezni, még kevésbé más embereket, akiknek az író tárgy választásához semmi közük nincsen. Mi nem örültünk sem a Lion Leának, sem a Simon Judit filmen való általános szereplésének. A legjobb esetben is sokkal kevesebb fény deríthettek volna a zsidóságra, mint amennyi sarat dobáltak miattuk rája. Persze, hogy a Lion Leát felfújta a klerikális sajtos, persze, hogy ízetlen volt a Simon Judit körül a személyes affér. És akkor majd egy harmadik filmről is ír, aminek már a
ott, amiről a tervéről tud. Ahol sok zsidó él, ott vannak nagy éttermek rituális konyhával. Helyes és szükség van rájuk. Ez azonban, az, a baj azonban az, hogy ez a nagy felvonulás a zsidó nevekkel és címekkel kicsit súlyos. A legortodoxabb ortodox sem gondolhatja, hogy minden nap sóletet kell enni. Sőt, ellakomára még vendégek is hivandók. Tehát, hogy ezek a filmek itt voltak, és feldolgoztak ilyen történeteket, és nagyon fokozatosan élesedik a téma egészen addig, hogy tényleg ilyen nagyon húsba vágóvá válik már ebben a filmben, amit most megnézünk. És ugye itt arról is, azt is fontos szerintem mondani, hogy a 10-es években, ugye még a monarchia korában, de erről a Peti tud na többet beszélni, hogy ez itt egy ilyen nagy közösségnek a ugyan osztrák és magyar filmgyártása volt, tehát nagyon intenzív volt az egymásra hatás itt a magyar és az osztrák filmalkotók között, tehát hogy ezek a kulturális hatások, intellektuális hatások, ezek oda-vissza így működtek. És a 20-as években is ez még érezhető volt, és így is kerülnek ugye magyar filmesek Ausztriába, de majd erről akkor még beszélhetünk, hogy itt az idején pontosan hol is dolgozott, és miért fontos ez a... Igen. És aki miatt elsősorban itt ülünk, és akiről nagyon sokat tud a Fedor Vilmos mondani, aki komoly kutatásokat végzett ebben a kérdésben. Tehát köszönöm szépen. Tessék. Én azzal szeretném kezdeni, hogy én 15-ben találkoztam Jenbach Béla nevével. Nagyon érdekes volt ez a találkozás, mert Csárdás királynő ügyben tárgyaltam az a színház igazgatóval, és régi plakátokat néztem. Nyilván mindenki tudja, ott, hogy Kálmán Imre megáll a történet. Ezt mindenki tudja, ez egy nagyon híres, a leghíresebb magyar zenemű. És akkor néztem a plakátot, és ott volt, hogy Béla Jenbach. És akkor elkezdtem, hogy ki a fenne ez a Béla Jenbach, aki a forgató, a librettót írta. És elkezdtem utána menni, és akkor kiderült, hogy ez a Béla Jenbach, ez Jenbach Béla, Jakobovics, akkor mondjuk úgy, ahogy született Miskolcon, Jakobovics, bocsánat, TS a végén, Jakobovics Béla, aki a Vincent út 11 szám alatt lakott, ezt ha most a miskolciak elképzelik, mert már nincs meg az épület, ez ott volt, ahol most a Rákóczi pince van, azzal szemben, ilyen szörnyű épület van most ott, ilyen hosszú, Sztálin barokk épület, na annak a helyén állt, egy hosszú épület volt, ott nőtt föl 5 gyermek. Jakobovics néven, anyjuk Róza asszony egyedül nevelte őket, és milyen érdekes az élet, hogy mint akkor itt nagyon sok család, előszeretettel vitték a gyerekeket olyan helyekre, ahol kultúrát láthattak, tapasztalhattak, és ilyen volt a Miskolci Színház. Jenbach Ida, vagy Jakobovics Ida 1868-ban született Miskolcon, az öccse, aki a Csárdás királynő librettó szerzője, pedig 71-ben. Róza asszonyjal jöttek ezek a gyerekek ide a szomszédba. Gondoljuk csak el, 57-ben adta át a város az új színházat. Tehát gyakorlatilag 20 éven belül ugye megszületik ez a két gyerek, és teljesen természetes volt, hogy megismerkednek. Erről Idának volt egy feljegyzése, hogy fantasztikus dolog volt a színházban ülni a karzaton, és akkor eldöntötte a két gyerek, hogy mi biztos, hogy valahol valamikor a színházzal fogunk foglalkozni. Így indul a történet. Ezt egyébként megírtam, ez a könyvét mutatok, a kiadó itt ül velem szemben, Borkóti Laci, 16 decemberében jelent meg, és az az igazság, hogy 1000 példányban azonnal elfogyott, és most több százan várnak arra, hogy kiadjuk a második kötetet, most gondolkodunk rajta, és talán egy kicsit bővített kiadásban majd sikerül. Na és hát Idáról, Jenbach Idáról, ő ment el először Bécsbe szerencsét próbálni, és a Színművészeti Akadémiára jelentkezett, fel is vették azonnal, kiválóan beszélt németül. És pár év múlva szólt az öcsének, hogy te is gyere oda, szintén elvégezte ő is ezt az akadémiát. Ezen kívül Ida rendezői szakot is végzett, tehát ő színész, rendező, újságíró és forgatókönyvíró, egész pontosan. 19 műben találkozunk a nevével, most egyet fogunk látni ebből, és hadd mondjam el, hogy ez most ősbemutató. Tehát erről a filmről senki nem tudott, vagy nagyon kevesen tudtak. Amikor megtaláltam Jenbach Ida nevét, nyilván elkezdtem keresgélni magyar filmlexikonokban. Sehol, egy betű nincs róla, sehol, mintha nem létezne ez a személy. És akkor ráakadtam arra, hogy 4 amerikai egyetem éppen Jenbach Idával foglalkozik. Mint egy olyan személlyel,
aki úttörőként részt vett a némafilm korszakban az európai film megteremtésében. Nagyon kevés nő volt. Most mielőtt jöttem ide, megnéztem ezt a kutatást, 30 nőről folynak. Bocsánat, igen? Ez azért nem teljesen igen? Igaz, hogy kevés nő volt. Nem mondom, hogy, mondom, hogy nagyon sok nő dolgozott. Én 30-at láttam, akit most kiemeltek ebben a kutatásban. Hát de mert az egy folyamatosan fejlődő online lexikon, a Women Film Pioneers Project, az egy azt sok hát szakértő a világ minden pontjáról folyamatosan írja. Ott ugye az is egy nagy probléma, hogy Magyarországról nem kaptak még szócik. És ezért nem jelenik meg mondjuk olyan súllyal a magyar... Jó, én csak azt tudom, hogy pillanatnyilag most, ami látható a felületeken, én ezt tudom elmondani, és nagyon érdekes, hogy Erbach Idánál nagyon hangsúlyosak a mondatok, és ugye ezen kívül, amit most látni fogunk, neki volt egy olyan filmje, amit bemutattak New Yorkban, és óriási, néztem annak az amerikai sajtóját, annak egy óriási sajtója volt, tehát egy ünnepelt szeméről beszélünk, miközben mi azért keveset tudunk róla. De nem látta senki a fényképét. És akkor elkezdtem utána menni Bécsbe, hogy hogy lehetne megszerezni a fényképet, és most megmutatom. Tehát mindenütt, ami látható a világban oldalakon, mindenütt egy fekete folt van. Vagy olyan nőket tüntettek fel, három nél láttam, miért a kéki nem ilyen vahida. Ez azért érdekes és hiteles, mert volt egy bécsi fotós, aki a műhelyében jeles személyekről készített fényképeket. És így készült el Jánbak Idáról a kép, itt láthatjuk őt, Jakubovics Idáról. És onnan is tudjuk, hogy ezt ő dedikálta és alá is írta valakinek. Na most a bemutatóról annyit hadd mondjak el, akit érdekel majd a végén, elhoztam a térképet, hogy hol laktak. Ugye meg kellett szerezni először Magyarországon, aztán New Yorkból kértem meg, hogy hozzájussak, hogy milyen néven születtek és mikor születtek. Tehát itt vannak a dokumentumok róluk. Azt kell elmondani, hogy Hugo Betauer, aki a regényt írta, és itt van a regény is, ünnepelt író volt Bécsben. És milyen volt a fogadtatása, mert arról most nem beszéltünk. Két évvel később, amikor megírja a Jánbak Ida ennek a forgatókönyvét, a bemutatás után Bécsben is és Berlinben is szétverték a mozikat. Hugo Betauert megölték, egész pontosan meggyilkolták. Tehát az ilyen körülmények között indul el ennek a filmnek a pályafutása. Most tudjuk, hogy ki ölte meg, ugye? Nem. Hát én nem ilyen fiatal náci, tehát az politikai gyilkosság volt. Az. Tehát nem egyszerűen egy rablógyilkosság, hanem politikai okból. Igen, ezzel együtt a Jánbak Ida folytatta, nagyon jó cikkeket írt, és gyakorlatilag 1936-ban döntött úgy, amikor nem kívántó személyén nyilvánították, hogy befejezi az újság, és befejezi a mozizást. De most megnézzük, akkor már gyakorlatilag meglehetősen koros hölgy volt. Sem ő, sem az öccse nem mentek el, hiszen könyörögtek nekik, hogy hagyják el Európát, menjenek el. Nem ment el, ő Berlinben várta meg, és azt mondta, hogy kb. 70 évesen, hogy őt ugyan már miért vinnék el, 70 éves. Elvitték, Minskben halt meg, 41-ben vitték el, 43-ban halt meg egy Minsk melletti haláltáborban. Az öccse sem járt túl jól, ő bujkált Bécsben, Kálmán Imre hívta, hogy menjen el vele, nem ment el, Bécsben bujkált, gyakorlatilag szintén 43-ban gyomorrákban halt meg, úgyhogy nem jött meg a háború végét, hogy a felesége sem. Utódról nem tudunk Jánbak Ida esetében, ezért furcsa az, hogy keresget az ember, de valójában a három testvérről, akik itt maradtak Miskolcon, róluk sem tudunk semmit. De azt gondolom, hogy ez még hátha az idő megteremti azt, hogy többet tudunk majd róluk. Én ennyit akartam elmondani. Hát köszönjük, fantasztikus, amiket találtál, és akkor megkérdezném, hogy ki akarja még ezeket kiegészíteni, mert látom a kíváncsi szemeket mind a két. Kérdezni szeretnék tőled, hogy, és elnézést, ha olyat kérdezek, amit tudni kellene, nem, sajnos. Tehát valós ténye ez a kiutasítási törvény ekkor létezett-e ilyen Ausztriában, mert ez ugye Bécsben játszódik, ha jól észlelem. Tehát volt-e ilyen, ugye, ami az alapja a regénynek?
én szerintem ez a regény játék, most bocsánat, tehát hogy ez így fikció. Egy fikció erről. Aha, fikció. Egy fikció. Uh-huh. De nyilván azokra a folyamatokra épült, legalábbis amit én olvastam róla, amit az író látott. Én is így gondolom, és, mert nem tudtam. És ráadásul, azt, ha a regényt hasonlítjuk a filmhez, akkor azt lehet mondani, hogy valóban egy szatirikus játékról van szó, de ez egy nagyon komoly játék. Tehát amikor az ember megnéz, én láttam már a filmet, elég korán sikerült megszereznem, amikor felújították, és egyszer már bemutattuk, ez az ős bemutató Magyarországon. De bevallom őszintén, hogy miután hozzájutottam Bécsben az első kópiákhoz, amit felújítottak, 17-ben bemutattuk az egyetemen, nagyon, nagyon szűk körben, mert hárman jöttek el. Hárman voltak kíváncsiak, úgyhogy ezt nem tekintem ős bemutatónak, azt gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor Magyarországon először láthatóvá válik Jan Bohidának a filmje. Janka, te akartál valamit hozzátenni? Igen, én egy nagyon pici kis pontosítást tennék ezzel a női alkotó, férfi alkotó kérdéssel kapcsolatban, hogy igazából a 20-as években volt egy nagy váltás, ugye tényleg még a néma film korszakban. Egészen addig nagyon-nagyon sok nő dolgozott, még magyarországi producernőről is tudunk, és ugye a Jenbach Idával kapcsolatban pont ez az érdekes, hogy ő Bécsben, amikor a színészetből átváltott a filmgyártásba, akkor a Wiener Kunstfilm nevű cégnél kezdett el dolgozni, de lehet, hogy Peti erről többet tud beszélni. És hát ez a Wiener Kunstfilm egy borzasztó fontos cég volt ebben az időszakban. Ez a 10-es évektől kezdve működik, és ugye pont azért hozzák létre a bécsiek, mert hogy rengeteg francia filmek elözönlötték az osztrák piacot, és ez ellen szerettek volna egy kicsit aktívabban fellépni, és megteremteni a nemzeti filmgyártást, tehát hogy hazai témákat feldolgozni olyan alkotókkal, akik... Bocsánat, úgy korrigálnám, hogy nem nemzeti, hanem inkább nem a nemzeti, ez az osztrák, vagy igen, bécsi, igen, tehát igen, pontosan igen. Az a lényege Bécsnek, hogy ez nem nemzeti, hanem egy ilyen nemzetek fölötti. Igen. És nem csak azért, mert birodalmi főváros, hanem egyáltalán ez a bécsiség. Igen, ez egy nagyon-nagyon sajátos dolog, és valóban ugye ennek egy fontos eleme, vagy intézmény. Nagyon fontos ez a Wiener film. Igazából a korszakban három cég működik, tulajdonképpen talán több nem is. Amit még lehet ismerni, az kicsit később indul ez a Sasha film, aminél a Kertész Mihály is dolgozik, illetve ma még egy harmadik is. És ez a Wiener film, ez azért is érdekes, vagy kunstfilm, azért is érdekes, mert hogy itt egy nagyon-nagyon erős női producer, rendező producer az, aki tulajdonképpen meghatározza ennek az egész cégnek a működését. Persze a férje is ott van, de nagyon fontos ez a Louisa Colm. És tulajdonképpen az Ida Jenbach, mint egy az ő tanítványaként lép ki, úgy sejtjük ma az alapján, amit azt az alapján, a kevés dolga alapján, amit tudunk róla, a filmiparba. Tehát itt nők adták át nőknek a szaktudást, miközben nagyon fontos kulcspozíciókban. Ugyanebben az időszakban, 1910 és 25 között Amerikában a forgatókönyvírók fele nő. Tehát ez nagyon fontos, és csak utána, amikor kiderül, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos iparrá növi ki magát a film, a mozgókép, és nagy gazdasági szerepe is van, tulajdonképpen a férfiak akkor lépésről lépésre veszik át teljesen, nem is teljesen, de hogy kerülnek többségi pozícióban ezeken a posztokon is. Úgyhogy a forgatókönyvíró nők nagyon fontosak Európában is, és ezek közé, tulajdonképpen ebben a nagy csapatba tartozik az Ida Jenbach is, és mint ilyen egy ilyen nagyon szimptomatikus jelenség a korszakban. És egyébként ilyen nagy csapat, vagy inkább a nők a forgatókönyvírói pályára. Azt kell, a forgatókönyvíró nőkből tudunk többet, de például pont az Ida Jenbachnál felmerül az, ha jól tudom, hogy bizonyos filmeket esetleg ő rendezett volna, még ha nincs is kreditálva. Igen, még az egyik ilyen, mert utaltam, csak nem jutott eszembe a címe, az Opera Bál című. Igen, ez volt az, ami Amerikában óriási sikert aratott, csak és ez fenn is maradt, ha jól tudom. Ugye, ott fennmaradt? Nem tudom. Azt nem, nem tudom, hogy nem. Én dobrok. És az utolsó alkotásom, ez érdekeseként mondom, és erre nagyon büszke volt, az öccsének a forgatókönyv alapján, vagy libretto alapján készült Csárdás királynő. Tehát az első Csárdás királynő filmet 1932-ben. 32-ben. 29-ben volt. Hát az akkor lehet, hogy... De azt tudom, hogy 32-ben.
Nem az Eggert Márta? Nem a Csíkos Baranyi? Nem tudom. Mindegy. Na most itt van, amikor a filmtörténészek összedugják a fejüket, hogy melyik név és melyik évszám. Én azt kérdezem, hogy annyit tennék hozzá, hogy nem tudom, hogy 24-ben, Ausztriában és mindenképp Németországban mennyire őrződtek meg a filmek. Azt én nagyon valószínűleg tartom, de inkább kérdezem, hogy amikor azt mondjuk, hogy a néma filmgyártásnak a 80-90%-a nem létezik, az inkább a korábbi, tehát a 10-es évek és a 10-es évek előttire tehető. Tehát a 20-as években azért már különösen Németországban, ahol az nagyra becsült művészet volt a film, akkor már inkább megőrizték. Tehát tehát ezt inkább csak úgy fölvetem, a szakértőket is kérdezve, hogy én úgy gondolom, hogy ez a 20-as évekre már nem jelent, hogy a 80-90%-a nem volt meg ezeknek a filmeknek, különösen Ausztriában vagy Németországban. De én nem tartom teljesen véletlennek, hogy ezt nem úgy őrizték meg, mint a jóval korábbi, itt a Caligari elhangzott, vagy az ugyanakkor készült Murnau, vagy Pabst, vagy Fritz Lang filmeket, amik bevonultak a filmtörténetben, és azért nagyjából megmaradtak, tehát nem vesztek el. Egyszerűen azért, mert azt nem, hogy talán az Anna is utalta, ő azt mondta, hogy ilyen tradicionális, én inkább azt mondanám, hogy konvencionális módon elkészít. Tehát egy olyan filmnyelven szólal meg, ami inkább a 10-es évek elején volt. Tehát itt most a rendezőt minősítem ezzel, hogy nem az a fajta rendezői zsenialitás, ami abban a korban az expresszionista rendezőkre jellemző volt, hanem hát ugye látni fogják, hogy úgynevezett fix beállítások végig. Tehát meg nem mozdul a kamera, hát már Amerikától Berlinig a kamera fantasztikus mozgásokat tudott végezni, tehát szinte színpadszerű az egész, nagyon egyszerűen fölvett, tehát inkább csak mondja a történetet. A másik érdekessége számomra, hogy inkább történeti és politikai jelentősége van ebből kifolyólag, mint hogy mondjam, csak filmművészeti vagy filmtörténeti jelentősége, mert hát ugye ez a film 24-ben készül. Hát 23-ban már a hitleri sörpucs lezajlik, azt ugye elfojtják, tehát akkor nem kerül hatalomra, és a Mein Kampf akkor már nagyjából olvasható, tehát abban már le van írva, ami ebben még egy szatirikus disztópiaként jelenik meg, azt lehetett tudni, hogy erre már készülnek. Arra nem, hogy milyen borgalmas vége lesz, de arra igen, hogy ez, mint gondolat, nagyon erősen már akkor fölvetődött a német területen. Számomra egyébként egy picit úgy tűnik, hogy ez a forgatókönyv, és valószínűleg a kor mentalitásához tartozik. Egy picit maga is, miközben harcol az előítéletek ellen, és nagyon tisztességesen, van benne egy pici előítéletesség, hiszen a történet azért arról szól, ugye nem arról van szó, hogy a zsidókat megsemmisíteni, hanem arról, hogy a városból üzzék el a zsidókat. Tehát egy ennél sokkal finomabb történet. És azért ez a történet arról szól, hogy megbánják, hogy elküldték a zsidókat, mert a bankok zsidókézben vannak, és így a város nem kap pénzt. Na most ugye, és ezért visszahívják őket, mert tönkre megy a város. Na most ez egy ilyen jó kis mesének érdekes, de hát egyrészt ugye ez a legtipikusabb sztereotípia, hogy a zsidó az bankár. A másik pedig az, hogy természetesen nem azért nem szabad elűzni zsidókat, vagy akárkiket, mert sok bankár van köztük, ha van, hanem mert nem szabad. Hát akkor a romákat el lehetne üzni, mert azok között kevés a bankár. Tehát akkor mindenki mást el lehetne, ahol nincs bankár. Tehát ez azért a kor szellemét tükrözi egy picit, csak kifordítja, és egy ilyen inkább viccszerűvé teszi, hogy jaj, hát ha elűzzük őket, akkor majd a bankoktól nem kapunk pénzt, és rosszul járunk. Hát ez nem a mély humanizmustól áthatva mondja, hogy ne üzzünk el embertársunkat a lakásából, hanem azt mondja, hogy fontoljuk meg, jó, mert a végén még rosszul fogunk járni. Tehát picit érthető, hogy ez a film nem annyira említődik, mint ennek a korszaknak az akkor már egészen magas színvonalon álló és klasszikus filmjei, bár azok főleg ugye ebben a kultúrkörben természetesen néma filmek. Német filmek, tehát a klasszikus expresszionista korszak a 20-as évek közepe, és ezt egy picit elhanyagolták. Nekem is van egy hozzát, egy fűzivalom. Egy mondatot hagy olvassak fel a könyvből,
hogy azt mondja, hogy ez is, hogy két mondat, csak a haszontalan szakmájukból, haszontalan szakmájú zsidókat kell kiűzni. Akikből hasznunk van, azt még tartsuk csak meg. És egy következő mondat, hogy Ausztriát Németországhoz, Ausztria Németországhoz nem csatlakozhat, mert a németek nem olyan hülyék, hogy elzavarják a zsidókat. Ebbe tévedtek. Aztán, és a vége, hogy ugye visszatér a sztori szerint, ugye ilyen áruhás hős, két-kettő szerepben a hős, és aki valójában zsidó, de visszatér, mint nem zsidó, hogy kíséri a fejleményeket, és aztán őt üdvözli, az antiszemita polgármester üdvözli a film, és az utolsó mondata, a könyvnek az utolsó mondata. Tehát egy antiszemita polgármester utolsó mondata, könyv záró mondata. Kedves zsidóm! Kedves zsidóm! Akkor szerintem ebben mondjuk a Karl Luegerre van, vagy ez ráutal vajon? Mire? Tehát ugye az antiszemita legendás Bécs polgármesterre, ja. Karl Luegen. Hát ezt tehát jobban tudod. De valószínűleg, igen. Igen, de hát nekem a Judzius jutott erről eszembe, a film, megint csak a film, ugye Nürnberg, és ott az utolsó mondat hasonló egyébként, csak nem kérdezse hát az, hogy soha többet ide zsidó. Mert ez irónia, ugye hát ez a polgármester, antiszemita polgármester, ez az egész regény, és a film is, ez a gyilkos irónia van benne, és de hát ezt van, egy idő van, hogy ugye komolyan, és gondolták, komolyan használták, ugye is a Judzius című szörnyfilmben is visszacseng, ugye Nürnbergbe többet nem tenti Bergman lábát zsidó. Csak én hadd kérdezzem meg a Vilmostól, hogy sok aspektus ennek majd elhangzott, de mégis mi az a miskolciság szerinted, ami akár az idején elvitt innen és megőrzött magában, és netán megjelenik egyik-másik művében? Gyakran írta azt, hogy vissza akart jönni Miskolcra a mamájához, elhozni, hogy ő milyen sokra vitte. Ami az érdekesség, és ami átjön, Jen Bagvillának is olvastam a beszélgetéseit, amik megjelentek, hogy ha csak arra gondolunk, hogy a Csárdás királynő utolsó jelenetében, most az eredetitről beszélünk, a német nyelvű, abban ott van Miskolc. Amikor egyszer megkérdezi, hogy ez a bizonyos Szilvia az hova valósi, akkor az a válasz, a miskolci Orfeumban énekelt. Na most tudjuk, hogy miskolci Orfeum, vagy tudjuk, vagy nem, vagy volt, vagy nem sikerült mi kideríteni, ha volt, akkor a színházzal szemben, de hogy mennyire fontosnak tartott, hogy honnan indult el. Volt egy beszélgetés, amikor bemutatják először ugye egy évvel később Budapesten a Csárdás királynőt például, és ott úgy köszöntik, hogy és Béla Jenbachot bemutatjuk, Béla Jenbach osztrák forgatókönyvírót, és akkor felállt Jenbach, hogy én nem vagyok osztrák, én Miskolcon születtem, és kifogást a magyarsággal elkezd beszélni. Az nagyon furcsa nekem, és ezt feltetted a kérdés, ez nekem magas labda volt, és akkor ezt le is ütöm. Az a nagyon furcsa, hogy már a Gellért Andor féle fordítás, majd később a Békefi féle, tehát, hogy soha nem jön vissza Miskolc neve. Inkább az az érdekes számomra, és az a furcsa, hogy megjelenik ott, a mai napig német nyelvterületen úgy játsszák, ahogy megírta a Jenbach. Nemrég láttam egy bécsi közvetítést, és ugyanúgy, hol énekel Miskolc, ahogy ők mondják, és a miskolci Orfeumban. Tehát minden német nyelvterületen ugyanúgy játsszák. És mégis Magyarországon úgy döntöttek, hogy hát most mit keres itt ez a Miskolc, akkor vagy legyen Budapest, vagy legyen vagy más hely. És én azt gondolom, hogy Miskolc számtalan ügyben történet írt, és egyre inkább ez a város felismeri azt is magára talál. Ugye voltak itt évtizedek, amiket nem kihagyni kell, mert megtörténtek, hanem helyükre kell a dolgokat tenni. De
Tehát most pont neked mondom azt, hiszen te pontosan tudod, hogy az első magyar filmfesztivált például 1938-ban, majd a másodikat 39-ben Lila Füreden rendezték Nemzeti Filmhét címen. Ha azt mondom, hogy az első könyved, az, hogy legyen könyvhét, könyvnap Magyarországon, Miskolcon jelentették be, ha azt mondom, hogy 23-ban 200 éves az első magyar nyelvű színház, ami itt van mellettünk, szóval ezeket is sorba rakjuk, akkor tényleg hihetetlen az a kultúrális teljesítmény, amit ez a város nyújtott. Az egy más kérdés, hogy évtizedek nem erről szóltak. Magyarul szerintem most nekünk az a sorsunk, feladatunk, és ez egy nagyon jó feladat, és nagyon jó sors, hogy visszafoglaljuk ezt az örökséget. Jenbach Hida örökségét is, meg Jenbach Béla örökségét is. Ez az új miskolciság. És az új miskolciság van az is belőle, hogy büszke arra, hogy színefeszt van. Hogy te is itt voltál, amikor együtt megcsináltuk az elsőt, és azt mondtuk, hogy nekem az egy kicsit furcsa, hogy nem megyünk vissza, ezt már neked is mondom, a 38-ig, mert fontos lenne az, hogy igen, ez jogutód. Most ezt nagyon komolyan mondom. Hát ha itt történt az első filmfesztivál, vagy két évvel ugye ünnepeljük, hogy az első rockfesztivál 50 éve Miskolcon volt, most rakjuk ezeket össze, a legkülönbözőbb kultúrális műfajok, és mégis ezekben, szinte mindegyikében Miskolc úttörő szerepet játszott. Egyébként a könyveim erről, ezért szól, ezért írok Pressburgerről, tehát azokra, akik innen mentek el ebből a városból. És azt gondolom, hogy Terenci Sándor, mondjuk két házzal, ahol most vagyunk, itt volt a könyvesbolt két házzal ötél. És most hozzuk haza Miskolcra. Lesz egy olyan programunk, hogy Ferenci hazatér. Tehát ezt így lett, ezen dolgozunk. Belettek együtt, persze.